A Bírálói Bizottság dr. Almási Balázs pályaművét megvételben részesíti, alaposan kidolgozott vizsgálati és elemző munkarészei, valamint több, tovább tervezésre alkalmas ötletéért. A Magyar Nemzeti Múzeum által a múzeumkert rehabilitációjára két ötletpályázaton a Bírálói Bizottság Fábián Zsófia Eszter pályanővét megvételben részesíti, alaposan kidolgozott vizsgálati és elemző munkarészei, valamint több tovább tervezésre alkalmas ötletéért. Gratulálunk! Miklós László, Szűz Attila és Túri Emese. A Magyar Nemzeti Múzeum által a múzeumkert rehabilitációjára kért ötletpályázaton a Bírálói Bizottság Lehotai Bence Gábor pályanővét megvételben részesíti, több tovább tervezésre alkalmas ötletért. Gratulálunk! Treszkai Anett, Vadász Dániel Pán és Olá Péter Ciprián. A Magyar Nemzeti Múzeum által a múzeumkert rehabilitációjára kért ötletpályázaton a Bírálói Bizottság Stéri Zoltán Imrét harmadik díjban részesíti. A pályaművében az első két tablót bemutatott, átgondolt és harmonikus alaprajzokért, valamint látványtervekért. Gratulálunk! A Magyar Nemzeti Múzeum által a múzeumkert rehabilitációjára kért ötletpályázaton a Bírálói Bizottság a Pagony Kft. Második díjban részesíti a pályamű értékes ötletei és a terv igényes kidolgozásáért. Gratulálunk! A Pagony Kft. A Térfilm Kft. Első díjban részesíti a pályamű alapos vizsgálati és elemző részének értékei és a terv harmonikus, vizuálisan és funkcionálisan átgondol a kiírásnak leginkább megfelelő kidolgozásért. Gratulálunk! Juhász Kristóf Attila, Győre Viola és Orbán Dóra.